Ja, az nem kocsma sztori, az izé, megverő sztori. Na az volt, hogy mentem haza, enyhén ittas állapotban, hajnali 3-kor, 4-kor, ilyesmi az utcán, és volt kezemben egy Mac-i zacska, én beugrottunk a Mac-ibe, és mentünk az utcán, haverommal, és szembe jött 3, hát jó nagy darab. Nem volt mind a 3 nagy darab, mert az egyik az nem volt olyan nagyon nagy darab, de... És akkor jöttek így mentünk mi erre, ők még így eljöttek mellettünk, és és ahogy melléjük értem... Jaj, de jó. Ahogy melléjük értünk, akkor minden szó meg minden nélkül így BOOM! Kirúgta a lábamat. A haverom meg azonnal kapta ütést a fejére, de úgy, hogy semmi, se szó, se beszéd, tényleg zéro. Semmit nem semmit nem mondtak. Úgy támadtak meg. Eszünk, tehát vágod, most mész az utcán, nem számítasz arra, hogy megtámadnak, vágod. És így ugye a földre kerültem, aztán utána hajrom, és aztán add ide a kaját, ugye elvette a elvette a kaját, meg a pénztárcát kivette a farzsebemből, aztán így még kaptunk egyet a földön, aztán tovább mentek. Én meg annyira hülye voltam, de teljesen mint egy idióta, annyira hülye voltam, hogy ugye elfutottak, és annyira hülye voltam basszus, hogy utánuk futottam. És ilyelkeztem voltam az utcára, adjatok meg engem, nem raboltok ki szemetek! De ők már ugye arrébb voltak, és az utca egyik felén voltam, ott voltam én egyedül, a kis 55 kilós, 168 centis arc. A haverom az már elfutott a francba, másik irányba elmenekült. Nincs VV. Fúj. Köszönöm. Szóval tehát a pár száz méteres utca egyik felén ők, én a másik oldalon, és oldottam, hogy ragyadom, hogy engem nem rohadtok ki, és akkor elkezdtünk futni egymás felé, mert ugye ők meg idegesek lettek, meg elég agresszívak voltak amúgy értelmszerűen. Akkor így futottunk egymás felé, és ugye mindig acélbetétesben voltam. Most szalidon, íréli elriző. Na és akkor annyi volt a lényeg, hogy ugye az elsőt azt lerúgtam, mint a szar. Így felugrottam, lerúgtam, az leesett a földre. És értelemszerűen a másodiktól elkaptam az ütést, úgyhogy... Tehát oké, hogy lerúgtam, de utána ő volt az, aki szerintem a legnagyobbakat rúgta belém. Tehát úgy levertek, mint a franc, tehát így... Ugye lekerültem a földre, ott már esélyem se volt, aztán szétrugdostak, el is vesztettem az eszméletemet, tehát így konkrétan eszméletlenre vertek. Kintet írja a kajszak, esélyes is. Ugye ez a húzó sajnásom. Ez mikor történt, tehát ez már nagyon-nagyon régen. Ez már nagyon-nagyon régen. Ja, és bónuszból még a telefonot is kivették a zsebemből, mert azt először nem vették el. Ja nem, bocsánat, rosszul, de hülye vagyok, nem kiesett a zsebemből, és nem vitték el. Nem vitték el, mert azt megtaláltam utána magam mellett. Ezt hát nem találták meg sötétben. Kiesett a zsebemből.